Magyar X-akták, hazánk legparanormálisabb rejtélyei. Táltos háborúktól, Mátyás király aranyáig, magyar maugliktól a zetelaki időkapuig. Tükröm, tükröm, angyalok kapuja, a nagy francia mágus. Érifás Lévi a híres okkultista, mimikri és fedő emlék, az idegenek tudatmanipulációi. Vámpír grófnő vagy áldozat, a Báthori Erzsébet per. Virtuális élet, virtuális halál, a létrontás erői nem kímélnek minket. Világrendek háborúja, orosz-amerikai erőfitoktatás Ukrajnában. Salamon király kincsei, a Fridláda, a Szent Tűz, a Sekina, a Szentlélek, az Úrim és a Tummi. Szűz Mária jelenések, a világon egyedülálló bizonyíték. Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin júniusi számában, kapható az újságárusoknál. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Szeretettel köszöntöm a Hihetetlen nézőit, Szűcs Roberttel együtt. Üdvözlöm Önöket. Dombóvári Gábor vagyok, és természetesen még egy üdvözlet azért kijár. Már csak azért is, mert a mai témák az olyan, hogy azt hiszem, hogy mindenkit felcsigázunk. Előzetesen én csak annyit mondok, hogy magyar X-akták, mert ugye mindenki emlékszik arra, hogy az X-akták, a filmsorozat, volt nagy film is, hogy hívták őket, Scully és... Mulder. Mulder. Tudod, hogy miért hívták őt Scullynak? Nem. Én megmondom, azért, mert nem volt neve még a hölgynek, és a rendezőnek a kutyáját Scullynak hívták, és Scully a kutya után kapta meg ezt a nevet. Bravo. Bravo. Na jó, szóval magyar X-aktákról. Ennyi, na most a magyar X-aktákról annyit mindenféleképpen, hogy azt hiszem, hogy nagyon kevesen tudnak arról, hogy nekünk itt évszázad, évezredes múltunk van ezügyben, és ki is fogjuk bontani, remélhetőleg ebben a műsorban. Egyetértesz? Egyet. Meglehetősen ritka az ilyen, de azért hajrá. Tényleg azt mondtam volna, hogy egyetértek? Igen, igen. Na jó, én azt hiszem, hogy először nézzük meg a nyereményeket. Ja, ez nagyon... Jó, ezen túl esünk, megmutatom, aztán mondom a nyerteseket is. Kérem tisztelettel, a júniusi Hihetetlen, a fél éves előfizetés, nem véletlenül magyar X-akták. Csak a főcímet mondtam. És akkor itt van a külön szám, ami még ebben a hónapban érvényes. Már csak a közepéig, a következő adásban, két hét múlva már jön az új. Értem, annak mi a főcíme? Majd legyen majd, meglepetés. Jó, legyen meglepetés. Tehát Csillagkapu az isteneknek, és akkor ebben még a mindenség kódjai is benne vannak. Ezt is meg lehet nyerni. És akkor itt van ez a két könyv, amikor nem akartunk olyan zord könyveket a zord műsor témához, és akkor így akkor könnyedet. Hogy szoktál te csinálni? Ja. Igen, ez csak azért, mert... Nem, ez így, így. Hát igen, hát beszéljünk is, a dolgokról. Mert az Empata kézikönyvéről van szó, a szívközpontú tudatossághoz gyakorlati útmutató, és itt van ez a bizonyos jel. Ja, hogy ezt a szívecskét kell, nem tudom, hogy kell mutatni. Igen, hát így jól mutatom? Jó. Úgy jó, nagyon jó. Jó. Akkor ez stimmel a könyvhöz is. Igen. És akkor itt van a másik könyv, amit már bemutattunk néhányszor. Az univerzális ember, tudatosságról van szó, és csak egy mondat ki, ez a drága jó Zhukov vagy Zhukov. Nem tudom. Dehogy is nem, hát Geri Zhukov, ez orosz származású. Jaj, Geri, hát az... Hát igen, igen, azt mondja, hogy rengeteg könyv, univerzális tudatosság. Ez szerintem nem Zhukov, mert az egy marshal volt, de Zhukov. Hát, na, Zhukov. Zhukov, legyen Zhukov. Legyen Zhukov. A koronavírus csoda, a világjárvány. Hát igen, ezzel kapcsolatban éppen tegnap jelent meg egy hír. Ezt bocsánatot kérek, nem tartozik ehhez a műsorhoz, de tegnap megjelent hivatalosan is egy hír, hogy egy német asszony a BioNTech-et és a Pfizer-t beperelte a COVID-oltások mellékhatásai miatt. Na jó, ez egy másik. Mondom a nyerteseket, köszönöm a türelmet. Ez volt a május 19-e, illetőleg a június 2-ai adás. Akkor kezdjük a 19-ével. Mindenki egyért, egy mindenki ellen. Ugye? Ez volt a játékkérdés előtt, és hogy ez volt a cím, hogy mikor szüntette meg Nixon elnök a dollár aranyra vált. Egészen pontosan, mi csak az évet kértük, de 1971. augusztus 15-én a legtöbb néző beírta a hónapot, napot is. Így van, többek között a nyertes pedig Bóna Simon Zsuzsanna Kaposvárról, és akkor jön a másodikai adás, a Hatalom anatómiája című volt, és
mikor hangzott el az Alan Watt zseniális okfejtése a hatalomról? 2011-ben. 2011-ben, a nyertes pedig Vámosi Zoltán, Kával szintén, de ő kapuvári kedves nézőnk, és akkor a külön számnyertese Kutszeginé Erdei Ildikó Kecskemétről, mindenki K betűvel kezdődő településről jelentkezett, így hozta a sors. Az érdekes. Mi? Valamint, és gyakorlóan peknye, nagyon szépen köszönjük, Tóth Jenő Szlovákiából Naszvad településről küldte a helyes megfejtést, mondhatnám azt is, hogy Naszvadi, hogyha igen, már Szlovákiáról van szó, de magyarul ezért az biztosabb. És akkor a könyvjutalmaink nyertesei pedig az Empata kézikönyve Csernel Kata Csongrád, az Univerzális ember pedig Sarok Adrián Rácalmás. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a megfejtéseket, de nem csak a megfejtéseket, hanem ugyebár, Robi, ahogy szoktad mondani, minden más témában írják meg észrevételeiket kultúrált módon a műsorunkhoz. Meg is írják? Megírják, és még egy fontos dolog. Múltkor emlékszel, hogy itt hezitáltunk, hogy hány országból küldtek az ott élő magyarok megfejtéseket nekünk. 41-nél. És én most kiegészítettem 43 már, ugyanis a következő volt. A 40-es az volt Dubáj, ott még felírtam, nem, a 39-ig volt Bahrein, onnan Ferenc igen volt, a Dubájból Nóra és Misi volt, a Törökországból Imola, aki Antaliából írt nekünk, igen, gyönyörű ő hely volt a 41-edik, tudom, mert múlt évben voltam ott, igen, a 42-edik az a Laos, az a kedves nézünk, akinek most ő csak egy monogramja volt, ő Vietnámban volt előtte, és utána átköltözött Laosba, és a 43. pedig András Ciprusról, tehát már Ciprusról bravo is van, tehát Máltáról is volt, Ciprusról is volt, volt. Hát akkor szerintem nagyon szerint... jó, tehát 43 országból gyönyörű küldtek, és most is érkezett mindenhonnan, Ausztráliából, Egyesült Államokból, Nagy-Britániából, Svédországból, a környező országból, mindenhonnan. És a könyvjutalmakat el is küldjük természetesen. Minden. Még Dubajba is. Így van. Az is gyönyörű. Így van. Mi nem dubajozni voltunk, nem egyébként, de egyébként voltunk. Na hát akkor én azt hiszem, hogy itt az alkalom, hogy megpróbáljunk varázsolni, mint ahogy a korábbiakban is ez már néha sikerült. Hát amennyiben úgy gondolod, akkor hát, a térkapun, időkapun. Ha még a csettentésed a régi, akkor... A csettentésem akkor... is a régi, hogy akkor szerinted, akkor én biztos vagyok benne, hogy ide hát, tudjuk idézzünk varázsolni. Idézzünk meg valakit, és milyen régen idéztünk meg. Na. Nem? Mert te emlékszel, hát, mikor volt utoljára? Én nem is emlékszem, mikor. Hát eltelt az lehetőség, egy-két-három év eltelt. Két-három év. De hát akkor most megidézzük. Meg. Jó? Nem mondjuk meg még, hogy kit, hanem én csak itt csinálok. Akkor én azt hiszem, hogy sikerült az időutazás, és nagy szeretettel üdvözlünk, hogy ismét itt vagy, Bogi, mert tényleg elég régen találkoztunk itt a stúdióban, de hát azóta itt ottam ott mindig tudom, hogy diplomákat szerzel, és most éppen már teljes mértékű történész is vagy az előző egyen-kettőn kívül. Hogy utaztál az űrben? Hát remek utazásom volt, úgyhogy először is nagyon köszönöm a varázslatot, azt, hogy ide varázsoltatok, a meghívást. Én varázsoltalak, bocsánat, egyedül, igen? Értem, Robi csak jó, figyelt, és csak támogatta a jelenlétében a varázslatot, igen, a mágiát. És hát én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és örülök, hogy újra itt lehetek köreitekben. Hát mi meg nagyon várjuk mindazt a sok-sok fajta és nagyon értékes véleményt, amit majd ezzel a műsorral kapcsolatban is elmondasz. Mi már itt a Robival az előbb, mielőtt utazni indultál, elmondtuk, hogy magyar X-akták, és hát többek között még az alcímet is azért elmondom, hogyha nem hallottad volna, hogy Rákóczi a dimenzió vándor, és még lehet, hogy még manapság is vándorol valahol. De hát ezt majd később, te jössz, Robi. Lehet, hogy Bogi esetleg tudja, hogy mi ez az X-akták, mert lehet, hogy ő írta véletlenül ezt az anyagot. Ja, hát ez igen, igen. Ez egy teljesen. Elképzelhető. Na, kezdeném igen azzal, hogy kezdjed idéznék tőled, nagyoktól idézni. Így hát a, van, igen, oda, és nem magamtól idéztem, hát igen, én is meglepődtem magamon, igen, tehát igen, tőlem szokott misztikus idézni országokról szólva a legtöbben Indiát, Tibetet, netán a kelte Írországot említenék, ám volt idő, amikor a külföldiek rögtön rávágták volna Magyarország. A 18. Igen században ugyanis Európa szerte közhit volt, hogy Pannonia földje annyira tele van varázserővel, hogy még a szőlőtőkéken is aranyfürtök teremnek, természetesen nem átlagos, hanem alkimista aranyból. És ezen már mosolygunk is, az üzenetére érdemes felfigyelni, miszerint a magyarok a szokásosnál közelebb állnak a természet felettihez. Nem tudom, mennyire ismerős ez a valami. Na, ez egyébként ez a Bogi anyagának a lídje volt, hát felvezetője, és ennél tökéletesebben szerintem ezt meg sem. De még egy mondattal én kiegészíteném, ja, hogy való igaz, hogy hazánk múltjában nagy számú és sokszor teljesen egyedi paranormális eseteket találunk. Jól ideket, szerintem jól ideket tudok írni róla, egy olyan érzésen. Általában a lídre mindig azért szoktam koncentrálni, mert annak tényleg olyannak kell lennie, hogy figyelemfelkeltő,
összefoglalja az anyagnak a lényegét, tehát egyfajta ilyen kis rezümét ad róla, és mégis hát kedvet csinál az olvasónak, hogy... Hát embereknek egyébként borzasztóan fontos. Ha véletlenül volt valami, ezt egyszer már elmondtuk, de miután nagyon régen volt itt a Bogi. Amikor a Bogi, most még meg fogjuk látni, hogy milyen néven szerepelt annó, akkor megtörtént, visszatértünk az eredeti, nagyon szép családi nevéhez, akkor érkezett egy halomlevél, hogy jaj, de sajnáljuk. Igen. Hogy az a bizonyos nevű hölgy, aki majd itt szerepel, hát az eltűnt a hihetetlen, hogy Zimbor is mondom, nem tűnt fel esetleg, hogy az írásának a stílusa, jellege, témája, hát pontosan ugyanaz. De volt ilyen, bocsánat, ez is csak röviden, volt egy ilyen, hogy egy robotnak, egy összeesküvés elméletnek címe volt, azt megváltoztattuk, visszavettük szigorúan titkosan, mert nem csak összeesküvés elmélet volt benne, erre egy sor levél, hogy jaj, de kár, hogy megszűnt ez a rovat. De hát egyiket a Lidba ott volt, hogy megváltozott a cím a rovatnak. Na ezért fontos egyébként, amit a Bogi mondta. Így van. Nagyon fontos összefoglalni, tehát az embereknek tényleg el kell mondani a lényeget, hogy érdekelje meg, hogy ez gyakorlatilag tartalmazta. Hát akkor én is elmondom a lényeget, hogy annak idején, emlékszem, mikor beszéltünk, akkor nem is azt írtuk ki oldalát, hogy történész, hanem mondjuk azt, hogy mítoszkutató. Mítoszkutató, hát azóta is nem tudom, kutatod, de még, de annak idején kutattad. Jól emlékszünk? Nagyon jó, és szerintem ez azért érdekes, megmondom őszintén, hogy ezt azért választottuk a Gabival ezt a bejátszást, mert részben amit elmondasz, az most hihetetlenül időszerű, és megint csak azt mutatja, és erre tényleg nagyon büszkék lehetünk, hogy mi már 10 évvel ezelőtt megmondtuk, de rengeteg dologban, de most halálkomolyan mondom, annyi dologba kezdtük el mi, és elkezdtük el mondani, és ha megnézed, akkor tökéletesen benne van, és ebbe benne van az is, hogy mit gondoltál akkor egy bizonyos területről, és hogy mit fogsz, és erre majd számára reagálhat, hogy na most hogy látja most. Jó, akkor itt a mondat végén a pont, nézzük. Hát a szót szóval, ilyenkor mindig az általam nagyon nem szeretett szkeptikusok azt mondják, hogy hát most akkor hol van itt a bizonyíték? Mert nem az a baj, hogy szkeptikus, hanem az, hogy még abban is kételkedik, ami kézzel fogható. Igen, ez általában jellemző, és tényleg nem csak a magyarságtudomány, hanem az egész történelem tudomány kapcsán. A saját szakterületemben, például a mitológiában megint csak a szkepticizmus egy ilyen nagyon furcsa jelenséget okoz, hogy gyakorlatilag emiatt a mitológia kutatást mind a mai napig egyszerűen nem veszik komolyan. Tehát ugye hát a mítoszok azok nem megfoghatóak, meg nem mérhetőek. Tehát ugye mi még a régészet hagyján ott legalább tárgyi leletekkel foglalkoznak, de sajna még mindig kötelezően azt csújkolják, hogy a mítoszok kitalált történetek, hogy ezek pusztán egy primitív világmagyarázatnak a sztoriai, és tényleg még mindig, mind a mai napig szerintem úgy tanítják az iskolákban, ahogyan még mi is tanultuk a gimnáziumban, hát hogy a istenek, istenők azok ugye kitalált figurák, és az egész úgy keletkezett, hogy az ősember ott vacogott a barlangban, és becsapott mondjuk a villám, ő ettől halálra rémült, és elkezdte a Zeusnak nevezni, vagy különböző neveken. Na most itt igazából arról van szó, hogy amíg csak egy kultúrterület mitológiáját kutatja valaki, addig még ez az elmélet, ami mondjuk nyíltan egy materialista felfogás, addig még csak-csak elviselhető, csak éppen, hogyha az ember elkezd összehasonlítani, és rádöbben, hogy ugyan arról szólnak a mítoszok, mondjuk Tájföldön is és Mexikóban, vagy az eszkimóknál is Dél-Afrikában, akkor már is dől az egész materialista világnézet, hiszen akkor ugye nem tartottak kapcsolatot, nem lophatták egymástól az ötletet. Igen. Egyetlen egy megoldás van erre, az a történet igaz, és valamilyen közös forrásból merítették. Ezért van az, hogy a materialista tudomány általában az összehasonlító módszert, és pont azt, amiről a Robi is beszélt az előbb, hogy ezt a szintetikus látásmódot igyekszik valahogy eltüntetni, persze, és inkább analizálni, figyelmeztetik a fiatal kutatókat, hogy de csak egy szakterülettel foglalkozz. Igen. Na pont jó, azért. Jó, ez teljesen érthető. Itt viszont, amit láttunk, ezt az amulettet, stb. Ezek kézzelfogható bizonyítékok, nem, Robi? Igen. Akkor nagyon örülök, hogy ezt meg tudtuk nézni, és remélem te is, és akkor a kérdés csak annyi, hogy amit 10 évvel ezelőtt itt elmondtál, azzal még
Egyetértesz? Úgy értem, hogy saját magaddal? De erre csak azt tudom mondani, most pont ez jutott eszembe, hogy a hölgy a tévében a számból vette ki a szót. Körülbelül. Tehát annyira nem változott a véleményem, és annyira, tehát így foglalnám most is össze a világnézetem lényegét, a kutatási céljaim lényegét, és egyáltalán annak a hozzáállásnak a lényegét, aminek én csak egy nagyon szerény képviselője vagyok, de hál' Istennek egyre többen történészberkekben is így állnak az anyaghoz, de azt kell mondjam, hogy a nézeteim abszolút nem változtak, szerintem ezt az olvasók is a cikkekben, illetve hát az anyagokban, a tanulmányokban ezt azért érzékelik. Igazság szerint az elhangzottakhoz képest, illetve hát a műsorban, a bejátszásban látszottakhoz képest, hogy mi változott? Annyi, hogy úgy bő 10 évvel öregebb lettem, kicsit talán több ránc van rajtam, meg a hajam kevesebb. Na jó, akkor hát egy kicsit több volt. És akkor én most mit szóljak? Én mindig mondom olyannak, hogy sokan vagyunk, de nem elegen. Hát de én több folyó a hajam, de akkor kérlek tisztelettel. Én szerintem, miután eddig egyetértettünk, remélem most is ez lesz, akkor ugorjunk erre a hát néhány évtizedes dologra, hogy a magyarság 20 000 éves történet. Mert látszólag talán ez a kettő, amit most hallottunk, nem annyira függ össze, mármint a magyarság története, illetőleg itt a mítoszkutatás, de én szerintem, de erősítsd meg te, Bogi, hogy tulajdonképpen az ezzel kapcsolatos kutatások, és az ide vonatkozó, mint ott is említettem 10 éve, hogy az általam nagyon utált szkeptikusok véleménye, azt hiszem, hogy ez ügyben is nagyon-nagyon nagy világot látott. Ez teljes mértékben igaz. Egyébként, amit még így hozzáfűznék, hogy az én véleményem és az én hozzáállásom a 10 év alatt ugyan nem változott, de a tudomány hozzáállása sokat változott. Előnyére sokat. Vagy hátrányára? Előnyére. Na jó, enyhülési folyamatok figyelhetők meg. Igen. Én nem véletlenül vagyok szerintem a Hihetetlen stábból az egyik legoptimistább cikkíró, van egy olyan érzésem. Rendszerint én olyan értelemben pozitív véget szoktam a cikkeknek szabni, és ez tényleg nem a hangulatkeltésből, vagy nem hurrá optimizmusból, vagy nem azért, hogy happy end legyen, mint a hollywoodi mentalitás szerint, hanem én látom azokat a folyamatokat, legalábbis úgy érzem, hogy látom, amelyek egy jó irányba mutatnak. Nagyon sok folyamat most tényleg tragikusnak tűnik, nagyon sok krízist élünk át, de én úgy látom és úgy érzékelem, hogy ezek a krízisek inkább a felszínen vannak, a mélyben lehet érezni ezeknek az ellenáramlatát. Na jó, akkor tehát konkretizáljuk egy kicsit a dolgot, már csak azért is, mert egyébként, hogyha konkretizálni akarnék, akkor azt mondhatnám, hogy a tudomány egyre nyitottabbá válik, ma már a materializmus nem annyira elvárt. Igen. Ma már, hogyha egy tudós nem ateista, netán spirituális hozzáállással közelít, akkor nem nevetik ki, és általában véve az figyelhető meg, hogy kezd a tudomány egy jó értelembe véve szabadabb szelleművé válni, és egy kicsit a dogmáktól kezdik. És akkor ez azt is jelenti, hogy amikről annak idején vagy hallgattak, vagy időnként kiszivárgott, és most már akkor itt tartunk, hogy mi minden titok van itt a magyar X-aktákban, mert most csak azt mondom, időkapu vagy. Hát emlékszem, egyszer egyik műsorban mondtad, hogy a 3x3-as államhonvédelmi. Hogy hívják, ügyosztálynak is voltak már UFO jelentései, és aztán az se derült ki. Hát sok-sok éves hazai rejtélyek. Egyébként még az figyelhető ez meg. Ez most nagyon könnyebben előjön? Igen, és nagyon erőteljesen még az figyelhető meg a tudományban, hogy ugye itt a bejátszásban azt mondtam 10 évvel ezelőtt, hogy a mítoszokat a tudomány nem veszi komolyan. Hogy mivel nem megfogható dolgokról van azt szó, hiszik, hogy mese. És mivel nem lehet bizonyítani, ezért mesének veszik, irodalomnak veszik, kitalált fikciónak veszik, és egy mítoszt mindössze annyiban értékelnek, mint egy irodalmi művet. Na jó, de most már a drága jó néző nagyon kíváncsi arra, hogy milyen magyar X-akták vannak. Ma már kevésbé. Tehát ma már az figyelhető meg a tudományos körökben, hogy a mítoszokat kezdik egy önjogú műfajnak tekinteni, ami nem kitalált, nem irodalom, nem feszegetik a tudósok, hogy ez most megtörtént-e vagy nem történt meg, de már nincs az a merev szkepszis, hogy ó, ezek buta kis ókori történetek, és egy kicsit kezdik jobban a régen élt embereket jobban tisztelni. Így van. De én azt tapasztaltam, hogy
a médiában általában ez azért nem jön le így. Tehát elhiszem, hogy a tudományos közösségen belül így van. Én viszont pontosan nagyon zavar és azt tapasztaltam, hogyha megjelenik egy valami, megjelenik egy valami fajta régi ilyen dolognak, egy mítoszok, legendák témakörében területről származó valami, akkor elmondják az unalomig ismert valamit, ugyanazt a régi dolgot, én azt tapasztaltam meg, tehát azokon a felületeken, elmondják ugyanazokat a dolgokat, nem fűznek hozzá semmit. Vagy elmondanak hozzá, hogy ó, hát napvilágot látott egy valami, hogy hát igen, ez már így is lehet. De hát erre azért sajnos nincs semmi bizonyíték. Tehát én azt tapasztaltam meg tucatnyi helyen, hogy megpróbálják fölvenni, és egy halom ilyen műsor is van, hogy fölvetnek egy témakört, azt mondják az elején, hogy elképzelhető, hogy tényleg ott volt Atlantis. Oké. Jó, utána járunk. Hát nem volt ott semmi, hát de, meg sem de volt én nem véletlenül a populáris fórumokban tényleg így van. De, igen, a populáris fórumokban megszakítani, de én most a drága hát jó nézők, van, értettem, magazin, igen, a drága igen, jó hát ez a, nézők ez a nevében mondom, hogy magyar X-adták, hát akkor azért, ha én most azt mondom, mert ugye 1947 és Roswell, ezt mindenki tudja, de hogyha visszaugrunk, és akkor azt mondom, magyar X-adták, hogy magyar Roswell, hát létezik ilyen, vagy létezett? Igen, ezt a címet, hogy Magyar Roswell, mint analógiát azért adtam annak az anyagnak, mert az, ami 1605-ben történt Magyarországon, főképpen Észak-Kelet-Magyarországon, sokban hasonlít, mondjuk a nagy különbség az az, hogy Roswell egy egyszeri esemény, míg 1605-ben, abban az évben egy esemény sorozat történt. Tehát tulajdonképpen azonosíthatatlan objektumok megfigyelései, többen láttak különböző jelenség, amelyek valószínűleg egy ilyen összefüggési láncolatot alkotnak, és ami viszont hasonlít a roswelli UFO katasztrófához, vagy UFO balesethez, az az, hogy itt is lezuhantak az objektumok. Uh-huh. Csak itt az a furcsa, hogy míg Roswellben egy objektum zuhant le, itt tehát többször azt látták különböző krónikákban, szövegekben, egy nagy bírósági vizsgálat, vagy egy ilyen nagy kutatás lett belőle akkor, mert az országbíró, a Báthori István kiküldött egy ilyen bizottságot, hogy vizsgálják meg, hogy ez micsoda, mi folyik itt az országban. Ugye hát zajlik a 15 éves háború, tehát egy ilyen felfokozott hangulat van, és akkor elkezdenek Észak-Magyarországon Apagy, meg a mai Szatmár megye, Apátfalva, Diósgyőr környékén olyanokat észlelni, hogy repülő hordók, égen, az egyik tanú azt mondja, hogy égő, egy izzó gerenda repült át füstölögve az égen, közben az erdő. Harsonák, meg trombiták hallatszottak, tehát ilyen durva hangeffektek. Ez tényleg nagyon érdekes, mert ugye az, hogy repülő gerenda, repülő hordó, hát ugye ők mihez hasonlítják a repülőtárgyat? Gerenda, hordó az ő világukban, amit ismertek, amiről szó van. Nem véletlenül emlegetnek például a középkori UFO aktákban repülő pajzsokat, mert nekik a pajzs egy hétköznapi használati tárgy volt. És hát ugye trombita, harsona, hát ők ugye ehhez tudták hasonlítani. És aztán átkutatták az erdőt, ami leégett? Igen, ami még érdekes, hogy tehát leégett az erdő, és mégpedig azért, mert ezek a furcsa tárgyak, ezek a gerendák meg hordók felrobbantak, darabokra estek szét, lezuhantak, kigyulladt az erdő, és ez többször megtörtént. Ezért gyanús, hogy én arra gondolok, ahogy így átnéztem az aktákat, hogy ez nem UFO baleset. Tehát itt nem arról van szó, hogy most meghibásodott valamilyen idegen űrhajó, vagy szonda, vagy objektum, és lezuhant, mert oké, egyszer lezuhanhat, de most az, hogy 10-15-ször ugyanaz felrobban, lezuhan, megint lezuhan. Ennyiszer azért már a földön kívüli technológiától ennyit már még selejtesek voltak az UFO-k, vagy nem tudom, gyári hibás a sorozat. Na jó, akkor nem. Álljunk meg. Én szerintem akkor... az volt a dolga ezeknek az objektumoknak, hogy felrobbanjanak és lezuhanjanak. Na, szerintem. Például lehet, hogy éppen valami technikai hiba történt, vagy valami és esetleg a darabjai zuhantak le, vagy Már ugyanakkor az a furcsa, hogy volt olyan, ami januárban robbant fel és zuhant le, volt olyan, ami meg két megyével arrébb áprilisban. És gyorsítsunk, Robikán, haragudj. Most egy történész, ha ezt elmondod neki, mert most már te is történész vagy, egy történész kollégának elmondod. Mit szól ehhez? Mit szól ehhez? Mit mondaná erre, hogy erre az értelmezésre? Ez a vita, hogy értelmezzük, mert őneki lesz egy értelmezése, és akkor arra te azt mondod, hogy de hát szerintem ez. Maximum odáig... Megmosolyognak, vagy... Na most,
Ha megnézzünk egy korábbi értelmezést, akkor azt mondták volna a történészek régen, hogy kitalálták, álmodták, komolytalan, vizionáltak. És most? Most azt mondaná a történész, hogy valószínűleg meteor becsapódást, vagy valamiféle aszteroidát láttak. Igen. Az emberek, és azt írták le. Tehát most már annyi, hogy nem nézik teljesen agyalágyultnak a régen élt embereket, de azért földön kívüli észlelésekig még nem jutottunk el, azért annyira nem szabad a világ. Azt mondanák szerintem, hogy amikor tüzes kígyó meg tüzes gerenda ment át az égre, akkor üstököst láthattak, és ez a felrobbanó erdőt lángra lobbantó objektum, ez egy meteor vagy aszteroida becsapódás. Na szóval mondanának. Akkor azért azzal menjünk tovább, hogy UFO kutatás, mert most természetes, hogy ez, amit elmondtál, mind szó szerint minden igaz, de először is, Robikám, egy mondatot kérek tőled, mondjuk meg, de nem bővített tő mondatot, hogy Hargitay Károly, ez a nagyszerű ember, író, akivel dolgoztunk, és sajnos már nincs köztünk, de őt nem csak mint írót, újságírót, regényszerzőt, hanem mint UFO kutatót is számon tartjuk. Mit kell róla tudni? Tényleg egy mondat. Szegényként ez 2010-ben már elhunyt, tehát már nagyon-nagyon korán, sajnos elment ebből a világból. Viszont nekem egy olyan élményem fűződik hozzá, neked is fűződik, mert te annó ezt majd meglátják a kedves nézők. Nekem viszont, amikor én a rendszerváltásra megcsináltam a Vénusz című tudományos erotikus tudományos fantasztikus magazin, mert kapcsoljuk össze a kellemest a hasznossal. Mielőtt még elvisznek akkor minket a szép asszonyok, és ezt nem viccből mondom. Igen. És akkor jelentkezett, nem, hát akkor Tető Judit, már mind a ketten akkor ismertük, és a Tető Judit ajánlott egy ismerősét, Hargitay Károlyt, aki egyből örömmel vállalta, mert hogy annak a kiadványnak a végén már volt UFO-ról. Tető Judit is. Várja, elkezdett írni először, hogy egy büntetőtelep a Föld, aztán utána meg rátért a szexuális eltérítésekre, tehát ilyen foglalkoztató témába. Ő neki 10 vagy 20 könyve jelent meg összesen, és egy megkerülhetetlen ember volt ezen a területen, és ebből látszik majd, hogy hát a Bogihoz képest is még 20 évvel vissza, igen, hogy milyen gondolatai akkor voltak. Akkor a Tereton Juditról csak annyit, hogy neki is jó néhány könyvben megjelent. Egyébként ő rádiós is volt, mert az akkori Magyar Rádió Szülőföldünk című rovatánál volt turnusvezető. Csak hogy legyen valami. Igen, és egyébként szegény, ha jól emlékszem, akkor pont kerek 10 esztendővel ezelőtt volt el egy szörnyű értelmetlen autóbalesetben. Na hát akkor következzék Hargitay Károllyal az a néhány másodperc. Ilyen azonosítatlan repülő tárgyakat láttam többek közt én is. Ez keltette föl az érdeklődésemet, ez 1980. szeptember 9-én történt 20 óra és 20 óra 30 között. És hol láttad ilyet? Itt Budapest felett. Egy budai dombon, egy frissen épült, nagyon szép panorámás lakásban ültünk, és az ablakon keresztül néztük a gyönyörű, hát nyári este, mondjuk inkább ilyen kora őszi estét. Néztük a repülőgépeket, és láttuk felszállni a Ferihegyről, tehát áttekintésünk volt a városról. És akkor vettük észre ezeket az UFO-kat. Az első, amit megpillantottunk, egy hatalmas gömb volt. Én remélem, hogy ezt most itt lehet látni. Igen, mindjárt a kamera mutatni fogja. Remélhetőleg, mert le is rajzoltam. Igen, ez a hatalmas gömb. Most már látszik. Ez a hatalmas gömb ilyen barna színű volt, és a barnának különböző árnyalatait lehetett ezen a gömbön látni. Tehát a vörös és barna trapsát. Na most utána jött két UFO nem ugyanabból az irányból, de körülbelül a város déli része felől, és ilyen hatalmas nagy narancsszínű ellipszist láttunk. Körülbelül 2-3 percre rá jött egy újabb ilyen ellipszis, majd megint 2-3 perc eltelt, jött egy hatalmas nagy, ami ezeknél jóban nagyobb volt, és ugyanazon a röppályán jött, mint az előző kettő. Eljött egy darabig a város felé, körülbelül Lőrinc magasságáig lehetett, hogy meg tudtuk állapítani a repülőgépekből, amelyek szálltak fel Ferihegyről, és ott mindegyik keletnek fordult, ez a három. Ez egy más pályán mozgott, az első, az keletről mozgott nyugat felé. Ezek délnyugatról jöttek, majd elfordultak kelet felé. Mindegyik ugyanott. Pontosan ugyanott. Hát most én társaságban ült. Én, hát azt hiszem enyhén szólva azt mondhatom, hogy nyilván meglepődtek.
borzalmasan meglepődtünk. Annyira meglepődtünk, hogy öntudatlanul álltunk föl az asztaltól, és mentünk oda az ablakhoz, és mondhatom azt is, hogy tátott szájjal néztük. Különösen furcsa volt ez az utolsó hatalmas nagy UFO, amely mikor közeledett Ferihegy felé, hát láttuk körülbelül, hogy ez lehetett ugye a távolsága, kigyújtott körülbelül 6 vagy 7 ilyen rendkívül erős fehér fénysugarat. Ez a középvonalában, hát most nem tudom megtalálni, a középvonalában gyulladt ki. És akkor rögtön arra gondoltak, hogy ez UFO? Nem gondoltunk semmire. Egyszerűen nem értettük a dolgot. Én azt hiszem, hogy nagyon sokan így vannak ezzel a dologgal. Azt hiszem, hogy akkor... A riporter volt a legjobb egyébként. Igen. Valami ilyen nagy ilyen Angela Davis frizurája volt. Nem tudom, neked ismerős? Hát nekem ismerős volt, igen. De... Mikor lehetett ez? Hát én nem emlékszem volt pontosan. 92-90? Nem tudom, nem emlékszem pontosan, de mindig cikiztek bennünket, hogy mi meg azért se vágattuk le a hajunkat. Na, de hogyha már UFO kutatás, és ezt nem akarjuk most már húzni, mert azért visszatértem még az erdőbe. Még de vissza? Egyetlen egyet mondok, hogy ne csak a tudósokról beszéljünk, és ezt másik műsorban én elmondtam, hogy Keleti György, amikor honvédelmi miniszter volt itthon, elmondta éppen nálunk és nálam egy műsorban, hogy vadászgéppel repültek Moszkvába, és ismeretlen tárgyak és űrhajószerű cuccok követték őket, és nem tudták azonosítani, majd hirtelen megfordultak és elmentek, mondta ezt a vadászrepülő pilóta és a honvédelmi miniszter. Úgyhogy akkor ezt csak el lehet hinni, nem? Hát ez egyértelmű. Igen, én is néztem, hogy a Knoll Gyula nevű nagyon komoly, nagyon profi vadászpilóta az 50-es években micsoda élményeket. Hát persze. Tehát őt is ugyanígy látta is az idegen űrjárművet, menekült is előle, követte is. Tehát Gyula bátyámmal én többször beszéltem, tudom. Na, szóval mi újság a kigyulladt erdőben? Tehát itt visszogorva 1605-be ebbe a bizonyos magyar Roosevelt-be, vagy ugye, a Báthori az országbíró kiküldött egy ilyen vizsgálóbizottságot, kiküldte az egyik emberét, hogy nézze már meg, hogy ebben a kigyulladt, leégett erdőben, ahol lezuhantak ezek a égő gerendák, mi folyik, mi történik, és oda ment ez az ember, és hát neki van egy fantasztikus tanúvallomása. Ő azt mondja, hogy először is a füstölgő erdőben, ami Diósgyőr környékén, tehát ez egy Diósgyőr környéki erdőt kell elképzelni, ő azt mondja, hogy belépett ebbe az erdőbe, és a füstölgő fadarabok között neki hirtelen olyan érzése lett, hogy nem ebben a világban van. Tehát, ózjelenség? Ózjelenség. Egyértelmű. Ózjelenség. Egyelőre még nem, de ez az eltérítéseknek az előszele. Aha. Tehát amikor ózjelenség van, az egy előjel. Ez egy olyan érzet, amikor a tanúk mindig arról számolnak be, hogy mint hogy egy ilyen búvárharanggal vagy búrával leborították volna őket. Aha. Tehát így megszűnnek a zajok. Például nagyon sokszor, akik erdőben élnek át ilyet, azt mondják, hogy a madaraknak a csivitelése vagy a hangja, tehát meg az erdőnek ez normális hangja, szélsuhogás, stb. Hirtelen megszűnik, mintha így lekapcsolták egy volna a hangot. Egy süket, néma csend, és egy ilyen időnkívüliség érzet. Na most Báthorinak az embere azt mondja, hogy mintha egy másik erdőbe kerültem volna. Tipikus ózélmény. És ezután azt mondja, hogy érte jöttek az ördögök, kis, szürke, ráncos, csúf ördögök. Hát, aki valamennyire is ismeri, nakik lehetnek. Persze. Természetesen a kis szürkék. Hozzáteszem, és mi van a magas szürkékkel? A magas szürkék is ott vannak. Nagyon sokszor, tehát feltehetőleg nagyon sok olyan élményben, amikor ördögök rabolnak el középkori embereket, és akkor a pokolba viszik, megmutatják nekik az alvilágot, meg a kénköves tavakat, meg minden, meg amikor a másik, amikor angyalokkal találkoznak, tündérekkel találkoznak. A tündérek és az angyalok gyönyörűek, magasak, karcsúak, szőkék, mint a gyűrűk ura tündéi, feltetőleg a magas szőke földön. Kis szürkék nevébe kikérem magamnak ezt a kirekesztő gondolkodásmódot. Jó, hogy ők csak látod? Hogy ők csak csúnyák? Figyeled? Ezt csak itt mondhatod el, hogy értettem be, ezt máshol nem mondhatnád. Már nem lenne PC. Ez már ilyen kozmikus rasszizmus. Hogy mérjük azt mondani egy fajra, hogy ez csak negatív dolog, arra meg az, hogy jó, egy pozitív. Kész rasszizmus.
ilyen a sajnos, ilyen a világ. Hát akkor, nem csak történész szemből, hanem általános. Hát akkor IT nevében kikérjük ezt mindannyian. De igen, akkor, meg a kozmikus világtanács is valószínűleg kikérné, szinte biztos. Na, szóval nem véletlenül mondom én az előbb a szép asszonyokat. Tehát elvitték az ördögök ezt az embert, és nagyon, tehát ilyen furcsa világokat mutattak neki, amiket ő nyilván a 1600-as évekbeli ember mentalitásával úgy érzékelt, hogy a poklot mutatták meg, ilyen holdbéli tájakat. Én, ahogy utána néztem, én azt mondanám, hogy ez nem is annyira egy ilyen űrséta volt, és hogy esetleg más bolygókat mutatták meg, hanem más dimenziókat. Tehát én szerintem valamennyire, tehát a multiverzumban utaztak, az talán lehet. Párhuzamos valóságokat. Na most egy korabeli ember, hogyha párhuzamos valóságokat mutatnak neki, akkor neki az nyilván a mennyország, meg a pokol, meg a purgatórium. Tehát ez megint csak olyan, hogy a tudósok egy ilyen látomásra, tehát mondjuk a Tarlőrinc utazására a pokolban, még mindig azt fogják mondani, hogy ez valamilyen fantáziadús élmény. Még mást is akarunk kérdezni. Én tőled. Viszont meg azt mondanám, hogy napjainkban, amikor a modern fizika egyre jobban közelít a multiverzum feltárásához, és ma már az, hogy vannak párhuzamos valóságok, tehát hogy nem csak ez a létsík létezik, egyre elfogadottabb a fizikában. Én azt mondanám, hogy ezek mögött az ilyen beavatási élmények mögött, amikor ilyen különös világokat, meg természetfölötti tájakat látnak az alanyok, valószínűleg ilyen multiverzumbeli utazások voltak. Így van, voltak. És meg fognak érkezni a metaverzumban, de ez még odébb van egy kicsit. Az még. Na jó, de akkor nem véletlen. Zuckerberger metaverzum. Zuckerberg az rendben, de akkor én most tényleg, mint hogyha neked mondanám, tényleg két mondat. A szép asszonyokról, ha már itt az erotikus dolgokat is említetted. Nem két mondat, arról 20 mondat is kevés. Hát azt tudom. Az biztos, és a másik, hogy ha már itt felmerült az erotika, pont a szép asszonyok annyira nem erotikusak. Ilyen élmény érdekes módon nem volt. Sőt, ezeket a lényeket annak ellenére, hogy szép asszonynak hívják őket, igen. Nem nőnek képzelik el, hanem nemek felettinek. Ebben is a hajaznak a magas szőkékre, mert ott is a magas szőke földön kívülieket általában nemek fölöttinek, vagy nem nélkülinek írják le. A szép asszonyokat is. Nem lehet látni, hogy fiak vagy nők, inkább nőiesek, magasak, karcsúak, ilyen magasan ülő arccsonttal, szőke vagy ezüst aranyhajuk van, viszont nagyon veszélyesek. Aha. És a megjelenésüket mindig ózélmény előzi meg. Az illető azt érzi, hogy minthogyha kiesne a világból, és egy különös dallamot hall, egy zenét, ami egyfajta hívójel. Uh-huh. Ez a tündérek dala, a tündérek muzsikája. Ez a szférák zenéje? A szférák zenéje. Amikor Pütagorász a szférák zenéjéről beszél, erről beszél. Na, de egész akkor biztos. Azt tudás azt mondani, hogy a szép asszonyokunk és a szirének éneke is ugyanez. Igen. És a szirének ugyanígy hatnak a görög mitológiában, igen, az emberekre. Emlékszünk rá, hogyan hatottak Odüsszeusz emberei. Beleugráltak a tengerbe az emberek. Ezt mondtad 10 évvel ezelőtt egyébként, hogy ezek a dolgok fontosak, mert az egyik ezen a helyen volt, a másik a három, nem függhettek össze egymásra, nem ismerték, és mégis ugyanarról is ugyanúgy számolnak be. És jó is, hogy most megkérdezted, hogy ezek szerint nem Hungarikum. Nem. Nem. Ez egy globális jelenség. Így van. Márpedig az, hogy a szép asszonyok ugyanúgy egy félelmetes muzsikával hívják magukhoz az áldozatot, aki ettől a muzsikától elveszti a józan eszét, követi őket, megőrül, és vagy örökre eltűnik, ha belép a tündérkörbe, vagy ha visszakerül, akkor volt olyan eset, hogy visszahozták ugyan a szép asszonyok, de több megyével arrébb égési sebekkel a testén találták meg egy erdőben, félmeztelenül, tépet ruhával, eltérítéses áldozatok, csomó ilyen ufója még. Zavarodottak voltak ennek ráadásul. Igen, hát inkább lehet, hogy meg is bolondultak. Lehet. Talán. Elképzelhető, és ami nagyon érdekes, hogy a szép asszonyoknak a mitológiai megfelelői, tehát a különböző tündérek, szirének, egyéb mitológiai lények Afrikától, Ázsiáig, Szibériától, a Tűzföldig, mindenhol ugyanezzel a hatással járnak, ugyanígy, igen, rabolják el az embereket, ugyanígy van muzsika, ugyanígy van kör, és ahol megjönnek, meg ahol eltűnnek, ugyanúgy kiég a növényzet, tehát a gabonakör, a tündérkör, az ugyanígy például az ausztrál beavatási legendákban is, ahol megjelennek a túlvilági lények, ott kör alakban kiég, igen, a fű, vagy a bozót. Tehát egyértelműnek tartom, és itt visszakanyarodhatunk tényleg ahhoz, amit 10 évvel ezelőtt mondtam, hogy most is állítom, hogy az, hogy tértől időtől függetlenül a mítoszok ugyanazokat a mozzanatokat tartalmazzák, azt egyszerűen máshogy nem lehet
értelmesen megindokolni, mind úgy, hogy ezek a történetek igazak. Jó, akkor most azért menjünk tovább, mert még beszélhetnénk, de annyi időnk sajnos nincs, hogy mit tudom én, magyar jeti, Mátrában jeti, magyar jeti, minden, de akkor ugorjunk egyet, már csak azért, mert hát ha most azt mondjuk, hogy igazságos Mátyás király, akkor Mátyás királyról, hát itt most nem hiszem, hogy para jelenségről van szó, de Mátyás királyról és Mátyás király aranyáról azért azt hiszem, hogy hát ez para jelenség lenne azért. Hát, mégis legyen. Olyan értelemben para jelenség, hogy ugye a franciaországi Musconde, a Chantilly városában, a Musconde-ban találtak egy 1718. századi anyagot, iratot. Egy iratot, tehát konkrétan egy dokumentumot, egy megfogható dokumentumot az 1700-as évekből, egy alkimista szöveget, amelyben egy receptet közölnek. Egy olyan receptet, amiben egy rész ezüstből 20 rész aranyat lehetett előállítani. Fantasztikus egyébként, és tényleg roppant érdekes a recept. Nem, elnézést fordítva. Fordítva 20 rész ezüstből elnézést, és egy rész aranyból elnézést, lesz járni. Jó, mindegy. Ne próbálkozzál aranygyártással. Inkább nem próbálkozom otthon a fürdőszobában aranyat készíteni, már csak azért nem, hogy felrobbanjon a ház, vagy valami baleset történjen. És a másik, hogy ha így történt volna, ahogy mondom, hogy egy rész ezüstből keletkezik, 20 rész, ráadásul a szöveg szerint visszafejtették, illetve megnézték kutatók, és ez egy 24 karátos arany. Tehát ráadásul egy nagyon tiszta arany. Szakemberek, profik megvizsgálták, hogy ez tényleg? Megvizsgálták. Hát a szöveg, illetve a recept leírása szerint ezt nyilván nem végezték el, már csak azért sem, mert az alkimista receptek, ezt itt azért most jegyezzük meg mindenképpen, hogy az alkimiáról általában a tudomány sajnos még mindig azt mondja, hogy kamu, illetve hogy kezdetleges kémia. Hogy ez nem más, mint egyszerűen a vegyészetnek, vagy a kémiának valamiféle primitív verziója, aminek maximum az előnye, hogy felfedeztek bizonyos elemek, meg vegyületeket, de semmi értelme nincsen, ez egy ilyen bűvészkedés. Nem értik az alkimiát. Azért nem értik, mert az alkimiában az a lényeg, hogy több síkon zajlik, és ami a laboratóriumban a megfogható része, tehát a vegyészkedés része, a kémiai kísérletek, az csak a legalsóbb része, szintje, mert ezt ők belül egy meditatív folyamatokkal, tehát egy spirituális gyakorlatokkal kísérték. Tehát itt nem arról van szó, hogy például az, hogy aranyat csináltak. Mindig, na most egy késői szövegekben, mint ez az 1700-as évekbeli, már azt mondják, hogy aranyat. De az eredeti alkimiában mindig hozzátették, hogy aurum non vulgum, nem közönséges arany. És ami nagyon fontos, hogy mert az eredeti alkimiában az arany, amit létre akarnak hozni, az nem megfogható, nem egyenlő a nemes fémmel, nem azt akarták létrehozni. Ami létrejött, egy energia, ez az aurum non vulgum, ezt inkább a kvantumfizikusoknak kellene megnézni, mint a vegyészeknek. De jó ez az energia, ez jó, most tetszik. Ez egy energia, egy erő, és az egész alkimia, ezek, amikor megnézzük ezeket a furcsa recepteket, hogy amikor vörös oroszlán egyesül a páva farkával, minden, és akkor mi a páva farkával, oroszlán, ugye a tudósok nyilván azt mondják, hogy ez egy katyvaz, egy zagyvalék, egy álmodozás, egy sületlenség, se füle, se farka. Igen, mert a füle és a farka az olyan, hogy a modern ember a saját, tehát a modern mentalitással, a mi elménkkel, akik csak a racionális elme szerint gondolkodunk, és csak az empirikus valóságot érzékeljük, nekünk egy őrült zagyvaságnak tűnik az egész, csak hogy azok a régen élt emberek, akik ezt a szövegeket komponálták, és nagyon jól tudták, hogy mit akartak ezzel leírni, ők egy teljesen más gondolati univerzumban mozogtak, és ezek a receptek, tehát nagyon fontos, erőkről, energiákról szólnak, a vörös oroszlán, meg a pávafarok, meg a többi, ezek erők. Igen, na várjál, figyelmeztetésképpen mondom, hogy nagyon sok mindenről kéne beszélnünk, de kettőről mindenféleképpen, mert már szóba került Rákóczi, a dimenzióvándor, ez az egyik, és a másik, amit a műsor elején mondtam, ez a bizonyos időkapu. De szóval ezt még muszáj. Ugrálunk pedig még a Mátyás király aranyának a száját se vartuk el. Hát nézd. Dombja az ilyen ugrálósa. Én azt akartam mondani, hogy ez azért nagyon fontos, amit elmondtál az energiákról, meg hogy mi keletkezik, mert hogy a könyvekbe, spirituális könyvekbe, azokban valóban megjelennek ezek. Vannak erről fejtegetések, de ne felejtsünk el egy olyan könyv,
A mai világban sajnos 3-5 ezer példány jelenik meg. Igen. Egy emberhez jut el, és ez gyakorlatilag be is zárul. Azok a források, amik eljutnak sok ezer, tízezer, százezer millió emberhez, ott viszont ezekről szó sem esik. Tehát ott gyakorlatilag ugyanígy tartunk, senki nem próbál valami fajta alternatív magyarázatot keresni rá, hogy na, hogy is kell értelmezni ezt. Na jó, akkor zárjuk le. De szerintem a Mátyás azért zárd le, mert zárd le, mert Magyarország földje aranyat terem. Igen, azért a Mátyást olyan értelemben tényleg zárjuk le, hogy tehát akkor megvan ez a francia irat, és hogy mi a lényege? Hát, hogy az a lényege, hogy ez az aranycsináló recept, ami sajnos már egy nagyon konkretizálja, és tényleg azt mondja, hogy aranyat, fizikális aranyat, de ez már a alkimiának a hanyatló fázisa, az egész spiritualitásban jellemző egyébként ez, hogy az eredeti fázis, és ez teljesen más, mint a már dekadens állapot, a hanyatló fázis, ami már konkretizál és materializál, és leviszi egy ilyen anyagi a síkra, és akkor a tudósok ezen csámcsognak. Na most mindegy. Lényeg az, hogy itt azt írja, hogy ez a recept, ez a magyar Hunyadi Mátyás receptje, ő készítette el az aranyat ennek alapján, tehát itt az az érdekes, hogy az alkimista receptekben ugyan általános, hogy valamilyen tekintélyre hivatkoznak. Igen. Ezt a receptet már Mózes is elkészítette, Salamon király is elkészítette, sőt, már Ádám is elkészítette. Tehát itt mindig valamilyen bibliai figurára, vagy valamilyen régi hősre szoktak hivatkozni, de hogy miért pont Mátyásra? Miért pont a magyar királyra? Kinek jutott ez eszébe? A francia alkimista, aki ezt leírta, valamiért Mátyást egy ős alkimista mesternek tartotta. Ja. De miért? Ez rendkívül érdekes. És megvan a válasz, hogy miért? Azért, részben, mert Mátyás királynak valóban voltak spirituális érdeklődései, asztrológiával foglalkozott, alkimiával is foglalkozott. Igen. Tehát ez jó, ez a korban általános, de őt ezek hangsúlyozottan érdekelték, de ami az igazi magyarázat. Azért, mert pont az 1700-as években, amikor ezt leírja ez a francia alkimista, az Európában az általános elképzelés és közhit, hogy a magyarok a legalkimistább nemzet, hogy itt él a legtöbb misztikus, alkimista, és olyannyira Pannónia az alkímia földje, ez egy ilyen közhely volt, tehát rólunk így gondolkoztak, hogy magyarok, alkimisták, magyarok, misztikusok, magyarok, varázslók, és olyannyira, hogy az volt a közhit, hogy a magyaroknak a földje, Pannónia földje aranyat terem, és olyan szőlőtőkék nőnek itt, hogy a szőlővessző aranyból van, és aranyfürtök nőnek rajta, és ez egy annyira komolyan vették, hogy olvastam, hogy utazók jöttek ide, még az új világból is, mert akkor már amerikaiak is jártak itt, hogy kimondottan azért jöttek el 1600-as, 1700-as években Magyarországra, hogy megnézzék a magyar aranyszőlőt. Ennyit erről. Merre jár Rákóczi? Hogy merre jár Rákóczi, azt senki nem tudja, de azt mondhatnám, hogy mint a hegylakó. Úgy képzelték el Rákóczit, hogy sodródik az időben, nem tud le, vagy mint a bolygó hollandi. Igen. Akár mint a bolygó hollandi, akár mint a hegylakó. Mitológiában vannak ilyen dimenzióvándor hősök, akikről úgy gondolják, hogy sodródik a történelemben, és akkor különböző időkben, korokban ő ez végig éli, és még csak nem is az, hogy újra születik, hanem tényleg így a dimenziókon keresztül, az időn keresztül vándorol. És Rákóczi-ról nem a Saint-Germain-ről, tehát nem a állítólagos törvénytelen fiáról, akit a elsőszülött fiával, a Rákóczi Lajossal szoktak azonosítani, hanem magáról, a fejedelemről, második Rákóczi Ferencről. Az volt a legenda még életében, halála után pedig hát különösen, hogy alkimista, hogy mágus, hogy beavatott volt, hogy a csata fele turulmadár lebegett a feje fölött, és hogy az volt az ő toteme, vagy a védőszelleme. Hogy a Sárospataki várában alkimista műveleteket végzett, és úgy gondolták, hogy ő egy rózsakeresztes beavatott, mert ebben az időben a rózsakeresztes, szubróza, ugye, Sárospatak. Tehát ebben az időben a rózsakeresztesség azért erőteljesen terjed Magyarországon. Rákóczit és a Rákóczi családot összekötötték, vagy összekapcsolták, tehát rózsakereszteseknek tartották őket, és volt egy olyan legenda, hogy Rákóczi nem halt meg Rodostó, hanem halhatatlanná vált, áttransformált
formálta magát valamiféle halhatatlan lényé, és hogy állítólag később még 1738-ban is találkoztak vele, illetve még az 1800-as évek, 1810-ben, 1810-ben még volt olyan beszámoló, hogy az eperjesi piacon felbukkant, látták, találkoztak vele, tehát általában véve az volt az elképzelés, hogy nem halt meg Rákóczi. Időkapu? Az időkapu... Van egy bejátszásunk. Tudom. Hát ilyen időkapuk főképpen Erdélyben vannak, illetve hát az erdélyi mitológiában szerepelnek. A leghíresebb az a Zetevár, mint időkapu, az Etelaka mítosza, amihez egy olyan történet fűződik, amit Jókai beszél el az egyik novellájában, miszerint valaha volt egy Zete nevű pogány magyar úr, aki ott a Zetevárát építette, és ott élt a gyönyörű lányaival, és mivel hát Szent István korában élt, és már jött a keresztény térítés, ő pedig táltos volt, nem akart tovább maradni, tehát nem akarta megvárni, nem akarta felvenni a kereszténységet, és éppen ezért hát átbűvölte magát egy ilyen, meg a lányait egy ilyen időfeletti állapotba, és mint egy időn kívülre helyezte magát, a történelmen kívülre helyezte magát. Ez egy fantasztikusan érdekes történet, és hogy ő a Zetevárba egy ilyen barlangot épített, illetve hát a Zetevár alatt egy ilyen alagútba vonult vissza, ahol egy ilyen időn kívüli állapotban tehát alszik, de ez nem álom, meg nem is halál, meg nem is ébrenlét. Érdekes, de a Barbarossa Frigyesről, a Kiffhauserben ugyanígy képzelik el, hogy ott a hegy alatt a császár alszik, illetve egy ilyen furcsa meditatív állapotban lebeg, és akkor kint meg telnek az évszázadok, és nála meg így örök jelen uralkodik, és a Zete esetében ugyanez történik, ő ott a barlangban szundikál, a lányai fonnak, ugye a rokka, a fonás, ez is az idő, mint a mojrák, a párkák, és hogy aki belép hozzájuk, az ha találkozik velük, és ha is vissza is tér, és van egy ilyen történet, hogy egy Botházi nevű embernek sikerült bejutni hozzájuk. Befejezni. Az idő nálunk is telik. Nem az évszázad, a percek. Akartál mondani egy mondatot? Akkor csak kimondom, hogy mi történt Botházival. Visszatért, és 90 év telt el kint a világban. Bravo. És a gyerekei rég meghaltak meg a feleségét. Ugyanezt te is írtál, és sokszor beszéltünk mi is efeszoszi hétalvokról. Múlt évben eljutottunk Efeszoszba, és én nagyon szomorúan tapasztaltam, hogy megkérdeztem, hogy hát ugyan már mutassák meg azt a barlangot. Fogalmuk sem volt róla. Döbbenetes. Efeszoszban mindenki a sört ismeri, mert ott van a nagyobb török sörgyár. Ez most szörnyű. Nagyon sok dolog van Efeszoszban. Ott van egyébként a Szűzmányának a háza is ott van szent a helytetőn egyébként. De Efeszoszról, így mint erről az egészről, a barlangról, a hétalvokról, és erről a legendákról, hiába kérdeztem idegenvezetőt, helyieket, senki nem akar. Hát ez van. Akkor ezt majd legközelebb meséljük el, már azért is, hogyha a kedves nézők közül valakinek ezentúl azt mondják, hogy te hétalvó, akkor ezt nem felejtjük el a következő adásra. Jó, áttérünk rá, ugyanaz nem erről szól, de... Nem baj, erre akkor hivatkozunk rá, és megmondjuk. Ám, de bizonyíték az, hogy Szűcs Róberttel nem tegnap előtt kezdtük mi a rejtélyeket kutatni, hanem már jó néhány évvel ezelőtt. Nem is emlékeztessem. Ne is, de azt hiszem, hogy ezt még egy percben meg tudjuk mutatni. Íme. Azt hiszem, Robi talán jobban tudja, hogy a 16. típusú találkozásig mentek már. Hát ez egy ilyen szubjektív értékelések. A 4. után, ami elég vad volt egyébként, mert az volt a szexuális kapcsolat, tehát amikor bejöttek a szexuálisba, elmesélte, hogy ő milyen kellemesen szerelmeskedett egy földön kívülivel, aki természetesen borzasztó módon emberszabású, mert rendszerint 195 cm magas, hosszú szürke hajú, kék szemű, igen, természetesen a férfi ideál. És testén szapadó fehér overall. Igen, és minden férfi baromira utálja a földön kívüleket. Ezekből ki tud egy ilyen versenyezni. Hát az egész éjszaka szerelmeskedik vele, csupán mentális örömöket műtnek, és nem lehet vele harcolni. Most ezek után jött egy 5. típusú, ide sorolták igazából azt hiszem a végleges eltűnéseket. Tehát sok olyan volt, aki valamilyen ilyen ufójelmény közepette véglegesen eltűnt, és utána különböző szerzők ilyen szubjektív kategóriákat is meghatároztak. 16-ig szerintem nem jutottak el, de 10-ig biztos. Ezek ilyen egyéni és szubjektív meghatározások voltak, hogy ő úgy gondolt, hogy ez a találkozás ez egy külön csoportba tartozik. Egyet, körülbelül még egyet szeretnék csak mondani, hogy igen vagy nem, mert kérek a válaszra. Igen vagy nem. Szerinted táltos nép vagyunk? Igen.
Köszönöm. Na ez kevés, még azért... Ki kéne fejteni, hogy mit értünk alatta? Hát igen. Mi az, hogy táltos nép? Igen, mi az, hogy táltos nép? Jó, egy mondattal. Ha azt értjük alatta, hogy a magyarságnak egy nagyon mély kapcsolata van, egy mély lelki kapcsolata a transzcendenssel, és hogy a magyarság egy kicsit, ha lehet így mondani, más népekhez képest kevésbé a földön, a materiális világban boldogul. Uh-huh. Nem véletlen van nálunk annyi feltaláló, művész. Tehát a magyarságot világviszonylatban egy ilyen értelmiségi népnek tartják. Akkor, ha ezt értjük alatta, egyértelműen igaz, és én még egy nagyon fontos jelét látom annak, hogy igaz ez, vagy még egy dologgal alátámasztanám. Az többek között azzal, hogy pont az, hogy a magyarság a modern korban kevésbé boldogul a történelemben. Igen. Az, hogy ennyi tragédia ér bennünket. Tehát itt sorolhatnánk Trianon 56, stb. A balul vagy falsú sikerült rendszerváltástól kezdve bármi más, de az, hogy utóbb Zsinórban veszítettük el a háborúkat, tehát a magyarságnak a szenvedései. Ilyen értelemben. Történészként meg lehet figyelni, hogy minél jobban közelítünk a modern korhoz, a magyarságnak annál kevésbé jó alapjárása, annál több tragédia ér bennünket, és minél távolabbra megyünk vissza régebben a középkorban, annál szerencsésebbek voltunk, annál boldogabbak voltunk. Na jó, márpedig akkor... ez egyértelműen összefügg azzal, hogy azok a korok spirituálisabbak voltak, ez a korszak materiális. Milyen érdekes, a magyarság a spirituális korokban jobban boldogult, és azokban a korokban, amikor már a pénz számít, a vagyon számít, a diplomácia számít, az erőszak számít, egyre több balszerencse ér bennünket. Miért? Azért, mert mi nem annyira az anyag, mint inkább a fény gyermekei vagyunk. Rendben, akkor én már is mondom a játékkérdést. Tehát, hogy én mikor történt a magyar rossz beleset a krónikák szerint, erre kérjük szépen a választ, méghozzá, hogy már megszokhatták a Hihetetlen TV-kukac, hihetetlenmagazin.hu-ra, a beküldési határidőt tessék fölírni, megjegyezni, július 12-e, ami egyúttal azt is jelenti, hogy július 14-i adásunkban lesz a következő sorsolás, és akkor megmutatom, hogy mi mindent lehet nyerni. Itt van, azt mondja, hogy a júniusi előfizetés, fél éves előfizetés, a Hihetetlen, és akkor itt van még a Csillagkapu az Isteneknek a külön szám, de ez majd már utoljára jövő hét, utoljára, két hét múlva már jön a másik, következő. Valamint Arany László, Ázsia tiltott magyar régészete. Hát remélem, hogy ezután a könyv után már kiderül, hogy nem mindig annyira tiltott minden. És ami pedig a továbbiakat illeti, 23-án, tehát még ebben a hónapban, megismételjük a harmadik birodalom okkult titkai című műsorunkat. Ez két részben volt, ugye? Tehát az első részt négy részben. Most az első részt mutatjuk. Titkos szövetségek, nagyhatalmi játszmák és új adással, tehát június 30-án jelentkezünk. Ott vagyunk az Elmédben című adásunkban, és nagyon-nagyon örülünk, hogyha Bogi még egyszer jössz a következő adásba is, és bemutatjuk, hogy milyen agresszív módon tudják manipulálni bennünket, hát szinte a nap minden pillanatában, de még azt is manipulálják, amit még ki se gondoltunk, hanem már előre azt is az agyunkba teszik, amire még mi nem gondoltunk, de ők már előre tudják, erről beszéltünk más műsorokban. Kérem tisztelettel, pénteken este 21 és 22 között Hihetetlen magazin itt a hatos csatornán, a többit Robi mondja. Itt a hatos csatorna honlapján élőben megnézhetik az adásunkat, azokat szerencsétlen idézőjelbetéve kevesek nézünk, akiknek elvette például a Digi levette a műsoráról, tehát itt élőben megnézhetik ugyanúgy a vágatlan műsort. A következő nap, egyik szombaton fölkerül a Hihetetlen magazin és a Hihetetlen TV Facebook oldalára, beágyazott Facebook, YouTube, Bicsú, Inda videó, Rumble videó formájában, tehát ennyi csatornára vagyunk kénytelenek föltenni, mert ugye a YouTube a nagy testvér az rendszeresen büntet bennünket azért, mert hogy mi kimondjuk az igazságot. Ezen a két oldalon kérdéseket tehetnek föl, véleményeket elmondhatják. Természetesen azok, akik feliratkoznak a YouTube csatornánkról, azok értesítést kapnak arra, kérem mindenki figyeljen oda, mert a YouTube nagyon előszeretettel körülbelül a 10%-ához a felméréseknek jutatja el. 52 ezer feliratkozónk van, és az utolsó alkalommal 5700 ember az jutott el. Tehát kérünk, mindenképpen nézzenek rá erre. Nagyon szépen köszönjük megtisztelő figyelmüket, és ahogy elmondtuk, találkozunk legközelebb, ismét Bácsi Bogit visszavárjuk, és addig is csak azt tudom mondani, vigyázzanak magukra, mindenkire, és minden jót a viszontlátásra, a viszonthallásra. Viszontlátásra. Viszontlátásra.
A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Csillagkapu az isteneknek. Paranormális gyermekek, száműzött angyalok vagy csodalények. Természet feletti vagy véletlen. Fantasztikus időutazás a rejtélyek birodalmába. A mindenség kódjai, energiahordozók és isteni postaládák. A koronák királya. Összekevert sorsok. Akar ön Isten lenni? Az Ezeregy éjszaka meséi. Az emberi faj végzete. Az erényöv titkos története. A gép szelleme. A szingularitás küszöbén. A fényvilág hírnökei. Előkészített paradicsom. Életre kelt tárgyak. Egy döbbenetes jelenség nyomában. A nagy, egyesített, spirituális elmélet. Hiányzó láncszemek és materiális túlvilág. Mindenről és még sok más izgalmas, érdekes dologról olvashatnak a Hihetetlen magazin külön számában, kapható az újságárusoknál.